Sziasztok! A mai napon bejárjuk a Rejter Ferenc és a Jász utcát, illetve a környékét. Megnézzük, hogy mik épülnek itt, mert itt is bőven épül egy csomó ház. Visszatérve még egyébként a múltkori videóra, vagy csak egy általánosságban így itt az építkezésekről, mondjuk lefőképp itt a 13. kerületben, én szerintem jó dolog ez, hogy ilyen általában ilyen 4-5 emeletes házak épülnek itt, azért ez mégis még bőven a városban van, és hát ne, itt azért ne ilyen földszintes, meg egy-két szintes házak álljanak, hanem itt igenis legyenek ilyen nagyobb házak, jó tömegközlekedés van errefele, itt lakjanak többen, és akkor jobban lehet innen menni munkába, iskolába, stb. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó dolog. Hát vannak olyan épületek, amire azt mondom, hogy túlságosan olyan hatalmas terjedelműek, tehát nem magasak, csak hogy inkább nagyon szélesek. Tehát én ilyen esetekben jobban örülnék mondjuk 20-30 emeletes épületnek, mert akkor az lenne egy keskeny épület, abban is elfér ugyannyi lakás, környékén pedig lehet parkot létesíteni, így viszont felhúznak egy hatalmas 4 emeletes tömböt, és akkor körülötte nem lehet parkosítani, mert mindent elfoglalt az épület. Tehát ez szerintem az előnye a magas házaknak. Na, az első építkezésünk a mai napon itt van a Zsinór utcában. Azt hiszem ez a Zsinór utca 39. Itt láthatjátok, itt Zsinórban épülnek az új épületek. Ezt követően pedig csak a Rejter Ferencről, illetve a Jász utcáról lesznek építkezések. Íme egy újabb építkezés itt a Rejter és a Zsinór utca sarkán, és láthatjátok, ott már egy ház elkészült, mellette pedig épül a következő, az pedig már kint van a patakparton. Itt a kerületben egyébként nagyon sok bérlakás is épül, az elmúlt 20 évben már nagyjából 700 lakást épített a kerület. Az egyik épületet éppen 1-2 éve adták át a Jász utcába, egy újabb pedig most készült el a Petneházi utcába, mind a kettőt meg fogjuk tekinteni a videó során. Egy kisebb építkezés még a Rejterről, ez már a patakon túl van. Na, itt láthatjátok, ez például ez a 100 lakásos passzívház, ezt is az önkormányzat építette egy pár éve, illetve a túloldalon a Jász utca 72, ez a mi picit ilyen kék, ez pedig 1 vagy 2 éve adta át az önkormányzat, ez is ilyen önkormányzati bérlakás. Ez egy jó dolog, erről más kerületek is példát vehetnének egyébként. Itt pedig egy új ház, itt a bal oldalt átadás előtt egyébként, ott meg mint látjátok a másik épület még fel van állványozva, még csak most szigetelik. Íme még egyszer ez a két épület. Ez itt ugye már átadás előtti utolsó pillanatokban van. És akkor itt a Jász utca 77 is most készült el. Itt most láthatjátok távolabbról is. A mellette lévő ház is éppen átadás előtt van. És látjátok, itt is folyamatosak az építkezések, itt is egy ilyen kis egyemeletes ház lett elbontva. Itt is egységes lesz, mert itt is ilyen 4-5 emelet környéki rész, mint a többiek. Nem lesz már itt egy kis ház köztük. Egységes magasságban lesznek itt végig már a házak. És akkor látjátok, itt is épül egy, ez itt jó nagy lesz, illetve az útnak ezen felén is megy az építkezés. Most itt jobban láthatjátok ezt az oldalt. És akkor a másik oldal, amit már az előbb is láthattatok. Újabb építkezés itt a Jász utcában, itt is egy kicsi épületet bontottak el. Úgyhogy most már ez is nagyjából akkora lesz, mint a mellette lévő, és láthatjátok erre, itt már szinte csak ilyen újabb, elmúlt 10-20 évben épült házak vannak, ilyen nagyjából egységes magassággal. És akkor még a Petneházi utcában van ugye az új önkormányzati bérház, ezt megnézzük rögtön. Itt a sarkon már a Petneházi utca van, úgyhogy nem lesz messze. Közben belebotlottam még egy építkezésbe, itt a Rejteren megláttam, hogy itt is volt, látjátok, egy kicsi ház. És akkor itt építenek itt is egy újat, és akkor ez is már ilyen egységes magasságú lesz. Még a mögötte lévő
ház, ami nem valami szép. Végezetül pedig az önkormányzati bérház itt a Petneházi utcában, ez most lett átadva, itt a földszinten majd még lesz üzlet is, de már amúgy készen van, talán már be is költöztek. Köszönöm, ha is velem tartottatok, sziasztok!